ebben a részben azt mutatom meg, hogy milyen trükköket tehettek azért, illetve mik azok a nagyon fontos elemek, amelyeket ha betartjátok, akkor könnyedén tudtok sétálni a kutyával. Kölcsönkértem Kriptót, amint láttátok a videó elején, ő egy nagyon vehemens kutya, és ilyen volt kiskorától, és ő most már 4 éves, és ugyanilyen nagy vehemenciával közlekedik. Meg fogom mutatni rajta nektek, hogy mik azok, amelyeket megtehettek. Nagyon fontos, hogy én használok ebbe az esetben is jutalomfalatot. Bejöttünk ide a területemre, megpróbáltam egy picikét megnyugtatni a kutyát, használtam jutalomfalatot. Ez nagyon jó, mert egyrészt megnyugszik, hiszen a koncentrációs gyakorlatot, ha megnézitek azt a videómat, a koncentrációs gyakorlat során egy teljesen más idegállapotba kerül a kutya, és magamra is tudom kellőképpen koncentráltatni. Mint mindig, most is az általam használt egysoros látszakörvet fogok használni. Le is vettem ugye a saját nyakkörvét, innentől csak az én nyakkörvömet fogom használni. Nagyon fontos, és ez a videó lényegében erről fog szólni, hogy a séta alatt az első pillanattól kezdve az utolsó pillanatig a tempót és az irányt mindig ti diktáljátok. Én egyébként, amikor elkezdem ezt gyakorolni a kutyával, mindig egy ilyen semleges területet választok, ahol sem különböző hangok, zajok nem vonják el a figyelmét, sem pedig vizuálisan nem fogja semmi elvonni a figyelmét, hiszen ne felejtsétek el, a tanulás úgy néz ki, hogy megérteni, rutinszerezni és követelni, most a megértés fázisában. A tudatosság elvét itt is mindig betartom, tehát hosszú pórázon fogok először gyakorolni vele, hogy elég teret biztosítsak arra, hogy le tudjon követni és megértse a feladatot. Mint minden esetben itt is meg fogom szólítani a kutyát, és figyelek arra, hogy tempó, irány mindig az általam meghatározott módon történjen. Kriptó, gyere! Nagyon fontos, hogy végig az általam meghatározott útvonalat fogom tartani. Tehát én kinézem magamnak, hogy elmegyek a palánkig, és bármit csinál a kutya, én tartom a tempót ehhez. Ugye amikor hosszú pórázon gyakoroltok, lényegében itt a kutya mehet jobb és bal oldalamon is. Az előbb egy picikét megtrükköztem, hogy eltávolodjon tőlem, és láttátok, hogy a pórázt az elején még nem is kezelem, nem is rángatom. Majd egy következő részben azt is el fogom magyarázni, hogy a séta alatt hogyan és miért úgy kezelem a pórázt. Na akkor megmutatom, hogy ha jó a felszerelésed és tudod, hogy hogyan sétáltasd a kutyát, mennyivel könnyebb dolgod van, még egy ilyen kutyával is, mint a Kriptó, és a videó alatt kommentekben el fogok árulni még egy trükköt, hogy miért tudtam sokkal könnyebben sétáltatni a Kriptót, mint a gazdája. Kriptó, gyere! Remélem, ma is sok hasznos tanácsot tudtam adni nektek ebbe a videóba, hogyha tetszett, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra, és nem sokára találkozunk jövő újabb hasznos trükkökkel, tanácsokkal. Sziasztok!